Hát tessék, haragudni, mert... Nem szabad! Kiírtuk ott a pályára. Jaj, bocsánat, minden évben lehetett szedni, ne haragudj! Nem lehetett szedni, mi adtunk a aratók, mikor arattuk a virágot a ne turistáknak. De ilyen szedd magad akció nem nagyon volt az elmúlt években. És az, hogy a turisták itt szabadon garázdálkodtak, az... Bocsásson az meg. Megint egy dolog. Ajaj. De ez magántulajdon sajnos. Jönnek itt a turisták, megállnak, vagy megálltak, és ölszámra vitték el nem csak a virágot, hanem sajnos a frissen, tavasszal kiültetett palántákat, a bokrokat gyökerestül tépték ki, vagy ásóval, csákánnyal felszerelkezve vitték a virágzás tejében lévő bokrokat. Villanypásztorral lekerítettük, és táblákat helyeztünk ki, hiszen ez nem szabad préda, ez magántulajdon, egész pontosan a Nemzeti Park tulajdona maga a terület, a bokrok pedig magántulajdonban vannak, ezeket mi az Átonyi família ültettük. Édesapám Pannonhalmán dolgozott 30 évig, és onnan jött a levendula termesztés ötlete. Lévén Pannonhalmán az 1930-as évektől már folyt levendula termesztés. Itt Tihanyban korábban indult, de hát 20 évig parlagon volt a terület. Amit száraz virágnak aratunk, ilyenkor június második harmadában ezt sarlóval aratjuk, és elkanyítjuk a sarlóval a virágot, átmarkolom, meghúzom, és már kész is a csokor. Gyakorlatilag ilyenkor egy karika gumit kell rátenni, és ennyi. És akkor amit pedig olajnak aratunk, az sövényvágó géppel történik, ritkán szövött zsákba szedjük össze a virágot, és az rögtön megy a lepárlóba. Levendula koszorút készítünk az anyukákkal és a lelkes gyerekekkel. A fonás egy új technika, ahogy látom, nem nagyon ismerik a kedves érdeklődők. Kell egy első szál, és kettő szálat ráteszünk, és meghajlítjuk. És ez a meghajlítás fogja, ez a meghajlított fonás fogja a koszorúnak az alapját adni. Mindig mellé teszünk kettő szálat, és megtekerjük, és mint egy korona halad körbe a fonás, és lesz belőle egy ilyen szép, gyönyörű hosszú, mint amit itt éppen fonnak. Ezeket a kicsikéket pedig oda szoktuk adni, hogy ezt is el kell vinni, meg kell szárítani, kicsi vászonzsákba belevarni, és akkor a lakásba ezt is ugyanúgy fel lehet bárhova akasztani. Volt egy kedves vendégünk, amikor a levendulás csokoládét megkóstolta, azt mondta, hogy mikor beleharapott, olyan íze volt, mintha nagymamája ruhás szekrényét kóstolta volna meg. Ez a levendula mezők illata. Aztán van egy gyümölcs teánk, ez a sajkodi nyár, mert sajkodon található a tejázó, innen jött a fantázia neve. Van egy jellegzetes, speciális íze. Aki szereti a levendulát, az el tudja ezt fogadni. Tehát ez a semmi másra nem emlékeztető, tiszta levendula illat és íz.